megvernek egy fiatalt, vagy találnak nála füvet, és nem tudom én, túl alkalmazzák, vagy egy újságírót megfenyegetnek, akkor mondjuk azt, hogy úgyis korrupt a rendszer, nem baj, te csak szívjál. Az, hogy a TASZ meg tud védeni ezek közül egy tucatot, vagy két tucatot, az megnyugtatja a mi lelki ismeretünket, és úgy érezzük, hogy a rendszer ugyan nem az igazi, de itt vannak ezek a nagyon jó lelkű liberális fiatalok, ezek problémákat kiigazítják, ami hazugság. Akkor te azt mondod, hogy nincs szükség a TASZ-ra, nincs szükség ilyen típusú tevékenységre, egy dologra van szükség, mindig forradalom. Dobáljunk kézigránátokat, és legyen Puzsér az elnök. Nem, ez de te akkor nem adsz pénzt a hajléktalannak se, meg a szegénynek? Nem, érted? Nem, mert arra adnék pénzt, hogy számoljuk fel a hajléktalanságot, azzal a százassal, amit a hajléktalannak adok, azzal fenntartom a hajléktalanságot. Mi vagyunk azok, akik a rendszer hibáira rámutatunk, akik igyekszünk felvillantani olyan példákat, amik külföldön működnek, és közben egyébként nem tűrjük az igazságtalanságot, és segítünk az egyénnek is. A TASZ pontosan úgy bánik ez olyan emberekkel, akiken tud segíteni, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. Semmilyen állami kormányzati forrásból nem fogad el pénzt, és pontosan ezért kérünk most havi 1000 forintot azoktól, akik értik, hogy miért fontos, hogy legyenek ilyen független, hatékony, és jól működő érdekérvényesítő szervezetek.